Nos srácok, szevasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon egy újabb remek kis videóban, aminek most a témája a Warcraft 3 lesz. Bevallom nektek, annó én ezzel nem játszottam annyira sokat, inkább a DOS-os verziója volt az, ami jó sokáig lekötött. Ugyanis ebben a korszakban én inkább az Age of felé vonultam el, Age of Empires 1-2 és a harmadik rész. Az utóbbi az 2005-ös játék, viszont a Warcraft 3-unk, amivel most játszunk, 2002-es kiadású, és a Frozen Throne kiegészítő jött hozzá 2003-ban, ha jól emlékszem. Nem egy rossz játék, viszont annak idején tényleg nem kötött le. És egyébként a közelmúltban kijött hozzá a magyar feliraton kívül egy magyar szinkron is, amit feltelepítettem csak azért, hogy kicsit érthetőbb legyen a játék. Előre menőleg ennyit mondok el. Apróbb információnak még annyi, hogy valamiért nem tudom lejátszani a játékban lévő videófájlokat a szinkron feltelepítése óta, de reméljük ez nem csinál akkora galibát. Lássuk csak. A hordát azt most egyelőre kihagyom, és kezdjünk egyből az emberekkel. Na most, ha megpróbálnám lejátszani az animációt, akkor a játék elköszönne tőlem egy remek kis hibaüzenettel. Nem tudom, hogy ezt a felbontás beállítás miatt csinálja, vagy pedig csak úgy. De a intro animációt azt most kihagyjuk, és egyből az első fejezethez lépünk, ha csak nem gondolja úgy a játék, hogy ettől is ki kell akadnia. De eddig úgy néz ki, hogy szerencsére minden okés, és Strambrad védelme. Üdvözöllek, Arthas herceg. Jelenléted megtiszteltetés embereim és magam számára. Hagyjuk a formaságokat, Uther. Még nem vagyok király. Jó látni téged. Téged is, suhansz. Örülök, hogy Terenasz király téged küldött, hogy segíts nekem. Apám még mindig abban reménykedik, hogy tapasztalatodból és türelmedből rám is ragad valami. Egy apának joga van álmodozni, nem igaz? Nézd, a következő a helyzet. A felderítőink megerősítették, hogy egy rejtett ork tábor van valahol a következő hegyorom mellett. Ahogy gyanítottam. Még rosszabb lesz. Arra készülnek, hogy megtámadják az egyik közeli falut, Strambradot. Tudomásunk szerint a település teljesen védtelen. Azonnal meg kell támadnom az orkok bázisát. Meg tudod szervezni Strambrad védelmét egyedül? Természetesen, Uther. Ne aggódj miattam. Jó, találkozunk az ork tábornál, miután megvédted a falut. Vigyázz magadra, Arthas. Rendben, a játék már ki is jelölte nekem a célt, és akkor lássuk csak, hogy merre lehet oda eljutni. Parancs az, hogy előre. Juss el Strambradig. Természetesen! Esetleg van még? Igazságot szolgáltatok. Gyere te is, legyél szíves. Elszoktam egy kicsit az RTS-ektől, mert leginkább FPS-sel játszottam a modernebb időimben, szóval... Rendben. Elsőre ez nekem is eléggé szokatlan lesz. Na de lássuk csak, szerintem rossz irányba jöttem már így az elején. Itt pedig valami csúfságot látok. A helyzet az, hogy játszottam WoW-val is, az sem nagyon jött be. Dicsőségért. Vagyis bejött mindaddig, amíg bizonyos dolgok nem következtek be. Aztán ráuntam a játékra, de... Segítség! A banditák kirabolnak bennünket! Banditák, mi? Pénzüket is, ahogy mindenki másé.
Na vajon? Azok a banditák elrabolták a számlakönyvemet. Anélkül az egész farmomat elveszthetem. Kérlek, hozd vissza a táborukból. Nagyon sokat jelentene nekünk. Ahogy óhajtod. Természetesen. Nagyszerű ötlet. A játék világa maga egyébként számomra is érdekes. És bocsássatok meg, a kommentár nélkül hagylak titeket, de az a helyzet, hogy kicsit elvonja a figyelmem ez a magyar szinkron. Hallgatom, hogy mit mondanak a karakterek. Na gyerünk, csapjuk ki ezt a bandita vezért. Már ha ő az. Rendben. Természetesen. Számlakönyv, oké. És akkor mehetünk vissza fickóhoz, hogy visszaadjuk neki. Vagyis Gerardnak. Jön jó franciásan kiejtve. Oké, itt vagyunk. Köszönöm a segítségedet. Kérlek, fogadd el ezt a tárgyat. Köszönöm szépen. És akkor menjünk, nézzük csak. Szent fény, van még egy ilyen erőnk, valamint tudunk védekezni. Hopp. Itt vannak az orkjaink. Fegyverbe, testvéreim! Blackrock Clan. Oké, tehát... Nagyszerű ötlet. Értem, szóval a szent fényünk gyógyítani tud. Tényleg. Az egyik az, amit mondtam, hogy nagyon régen játszottam a játékkal. Rendben. Másik pedig, hogy akkoriban nem igazán kötött le. Dicsőségért. De talán most, hogy esélyt adok neki, azért lesz valami hatása, mert... Aha. Magamat is gyógyítanom kéne. Nem. Magamat nem tudom, az baj. Akkor lehet, hogy nekem kevesebbet kéne harcolnom itt a klánnal. Többiekkel mi van? Erejük teljében vannak, úgyhogy semmi probléma nincs, viszont... Nagyszerű ötlet. Folytassuk. Megtámadták az egységeinket. Dicsőségét. Felabrítalak. Hány van még ezekből? Itt arra kíváncsi vagyok. Rendben. Ha elnézek mondjuk erre, hát égő házak. Nagyszerű ötlet. Szerintem is nagyszerű ötlet. Természetesen. Dicsőségért. Közben azért nem árt, hogyha egy kicsit ügyelek az emberkéimre. Nagyszerű. Fő karakterünk már 2-es szintű. Ha jól emlékszem, odáig tudtam eljutni, hogy 3-as szintre fejlesztettem őket, aztán meg is untam. Még régebben. Vigyétek ki őket! Dicsőségért. Retteg fegyverem! Egyik emberem már bajban van.
Nem jó, meg fog halni. Hopp, egyel kevesebben. A baj még mindig az, hogy saját magam nem tudom gyógyítani szóval. Aha. Ez így nem lesz nyerő. Rendben. Visszavonulunk. Természetesen. Dicsőségünk. Rendben. Természetesen. Automatikusan persze nem igazán gyógyul a karakter, szóval lássuk, hogy mit csinálnak azok ketten, te maradj ki ebből. Ez az, most már mehetsz te is. Oké. Már nincs annyira sok ork vissza, remélhetőleg. Ha jól sejtem, akkor jó párat kinyírtam, és ezeket észre se vettem. Na gyertek szépen. Oké. Áldjon meg az ég, Arthas herceg! De mi lesz a többiekkel, akiket elvittek? Ne aggódj, fiú! Megtaláljuk őket és visszahozzuk épségbe! Arthas herceg! Lord Uthernek azonnal szüksége van rád az ork tábornál! Soha egy nyugodt perc! Mozgás! Hát valóban nincs egy nyugodt perc. Én azt mondom, hogy... folytassuk. Egységpont 5760. Írjátok le kommentben, ha valakinek volt ennél jobb is. Bár szerintem nagy valószínűséggel volt. Mivel ti kicsit többet játszottatok vele, mint én. Na most mi fog következni? Jó időzítés, suhanc. Elküldtem két legjobb lovagomat, hogy tárgyaljanak az ork vezérrel. Nem sokára vissza kell térniük. A fenébe. Ezek az orkok sosem adják fel. Akkor jussunk be oda és pusztítsuk el a lényeket. Emlékezz, Arthas. Paplovagok vagyunk. A bosszú nem lehet része annak, amit tennünk kell. Ha megengedjük, hogy érzelmeink vérszomján fajuljanak, mi sem leszünk különbek, mint az elvetemült orkok. Igen, Uther. Most, ha úgy érzed, képes vagy rá, rád bízom a támadás vezetését. Rám? Nos, természetesen. Én itt maradok és gondoskodom arról, hogy egyetlen útállatos lény se fenyegethesse ezt a tábort. Nem fogok csalódást okozni. Tudom, hogy nem fogsz, suhanc. Nos, hallottátok. Dicsőségért. Paplovagok. Mint ahogy az egyik youtuberünk is. Hol vagy? Oké, ezek itt. Igen, Milord. De fura hangjuk volt. Meló, meló. Igazságot szolgáltatok. Lássuk csak, az a helyzet, hogy innentől mit fogok tudni csinálni. Hol kattintással használhatom ezt? Építs egy barakot, építs két farmot, képez ki 6 gyalogost. Eddig standard stratégia régi beütéssel. És akkor
Hát több mint valószínű, hogy ehhez mi van ma? Pont az, amire gondolsz. Tehát balra kell. Több fára van szükségünk. Rendben. Megcsinálom. Akkor kell még ember. Mondjuk legyen 5 egyszer, az tökéletesen elég arra, hogy favágókat hozzunk össze. Ostromolják a városunkat. Robotra jelentkezem. A fény ad erőt. De jó, hogy ezek nem alszanak egy percet se, folyamatosan támadni jönnek. Veled mi a helyzet? Robotra jelentkezem. Na, erős fegyvere van, meg tudják védeni addig, amíg én végzem a dolgom. Mi legyen? Igen, az legyen, hogy vágj fát. Hapsikám, legyél szíves. Robotra jelentkezem. Robotra. Igen, Milord? Igen, mondjuk. Volt olyan korszak a valóságban is, ahol robotoltak. Robotra jelentkezem. Na gyere, robotolj akkor. Jó, megyek ma. Kett szórakoztató lenni ez a szinkron. Oké, hány van még vissza? Szerintem... Robotra jelentkezem. Amennyit lehet, annyit összehozom. Még több meló. Még szép, hogy még több meló kell a meló, mert abból lesz anyag. Oké, viszont pár ilyen... Robotra jelentkezem. Minek nevezzem őket, nem akarok csúnya megnevezést, de mindegy, ha már a játék így hívja őket, akkor egy-két parasztot meghagyok arra, hogy építsen nekem. Robotra jelentkezem. Barakot. Valahova ide, ah, nem. Inkább olyan helyre, ahol nincs támadás veszélyében. Igen, Milord. Segíts be itt az építkezésbe. Aki pedig következőleg kijön, kiképzés folyamatban nincs elég helybiztos. Szóval akkor ketten felépítitek a barakot. Igazságot szolgáltatok. Hol a másik fickó? Haver, akcióba kéne lépned, ostromolják a várost. Befejeztem a dolgom. Ha jól látom, akkor engem gyógyítgat. Na, ami még kellhet, hogy többen lehessünk. Nehogy addig kinyírják a fickót. Nem városháza, hanem... Farm az mindenképp amúgy is, de nem erre gondoltam. Még több meló. Még szép. Meló, meló. Mi legyen? Te pedig gyere ki a többiek közül, és... Hát tudod mit? Te is húzz fel valahova egy farmot. Hova legyen, hova legyen. Legyen jó, ide. Jó, megyek ma. Egymagában is el van, de azért segíts már be neki. Te pedig ráérsz foglalkozni később azzal. Befejeztem a dolgom. Oké. Több aranyra van szükségünk. Hadd nézem csak, képez ki 6 gyalogost. Ebből eddig 5-öt sikerült, szóval... Robotra jelentkezem! Befejeztem a dolgom! Több aranyra van szükségünk. Mennyi arany kell, hadd nézem, csak 160 és... Harcra készen! Robotra jelentkezem! Jaj, nem! Nem így gondoltam. Kattintsunk valahogy mellé, vagy a városházára. Ja nem, itt van felül. Jobban kéne figyelnem. 243, az tökéletesen elég, oké.
Főküldetés. Építs fel egy bázist. Ez már alakulóban van. Harcra készen! Egy, kettő, három. Ide kellett volna, hogy gyertek. Pont azt. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Pont annyi van. Harcra készen! Kikérve. Mindjárt meg is lesznek. Újabb támadók, remek. Megtámadták az egységeinket. Készen állok. Ha itt folytatódik, akkor előbb halnak az embereim. Ha csak nem gyógyítják őket. Nagyon jó. Oké, gyalogosok. Vissza ide. Lássuk csak itt mi a probléma megint. Nincs elég farm. Mi legyen? Mink van még? Fűrészmalom. Farm. Nincs más ötletem. Ahogy tetszik. Még több meló. Mi van már? Jó van, megyek már. Nem mindenki. Ezt rosszul csináltam. De se baj, akkor ezután fele. Mi legyen? Megy fát vágni. Befejeztem a dolgom. Meló, meló. Másik fele pedig. Oda. Te kivételeddel. Oké, most lássuk, hogy mi folyik itt. Remek. Jön az a katona. Harcra készen! 6/6 gyalogos. Főküldetés, építs fel egy bázis teljesítve, és most mi jön? Ennyi. Bolond paplovag! A Blackrock klán varázslói szólottak. Nem sokára démonok zuhannak alá az égből, és felégetnek mindent. Igen, hallottam már ezt a mesét. Ti orkok sosem tanultok. Ez csak egy tükörkép volt. A fenébe is. Mit terveznek ezek a korcsok? A végítélet órája elérkezett. Csitítsa le ez a szerény áldozat démon urainkat. Ti beteg állatok! Sohasem ússzátok meg ezt a... Megölni az orkokat! Megölni mindet! Oké, akkor szóval... A kívánságod? Összegyűjtöm a sereget. Természetesen. Veled együtt. És lehet, hogy téged is elviszlek, bár ez necces téma így. Segíteni akarok. Nézzük csak a térképet. Itt vannak fent, ugye? Lehet, hogy útközben lesz még néhány dolog, de azért csak menjünk. Közben követlek titeket. Már hogyha... megvagytok, remek. Nagyszerű ötlet. Remek.
Oké, akit kell, azt majd menet közben gyógyítok. Szóval... Természetesen. Te vagy az egyik. Nagy akkor szépen. Haladjunk tovább a térképen ebben az irányba. Hújjon a férgese! Apámért, a királyért! Közben nem árt tényleg nagyon figyelni arra, hogy ki van nagy kakiban, úgymond, hogy szépen fejezzem ki magam. Halál! Felaprítalak! Dicsőség! Természetesen. Lehet, hogy nem voltam úgy olyan jó ötlet így neki rohanni ennyi emberrel, de... Ennyi volt. Rendben. Dicsőségért. Hát akkor próbáljuk meg azt a kardforgatót legyőzni. Aki kettes szintű és rohadt erős. De ehhez még ő sem. Elég erős. Oké. Jól csináltad. Ez fényes győzelem volt. Nem tudom, Uther. Az orkok városiakat áldoztak föl. Azt hiszem, démonokat akartak megidézni. Tartsd meg a hitet, Suvanc. Ezek az orkok letűnőben lévő hagyományokhoz ragaszkodnak. Már réges-régen elpusztítottuk a démonjaikat. Gyerünk haza. Hosszú napunk volt. Oké. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nekem most megtetszett ez a játék, ki fogom játszani, privátban persze, videót azt nem feltétlen fogok csinálni belőle, még eldöntöm, srácok, ezt most nem rátok bízom, hogy megszavazzátok, vagy valami, ezt még eldöntöm magamban. Amúgy nagyon megtetszett a játék tényleg ebben a pár percben, úgyhogy én tényleg ki fogom játszani. És remélem, hogy a videó láttán ti is kedvet kaptatok hozzá, hogy újra előszedjétek, a következőkig pedig legyetek jók, majd jelentkezem egy hasonló videóval, ami persze nem Warcraft lesz, még ma úgyis sok minden vissza van, a továbbiakig pedig legyetek jók, lájkoljatok, osszatok meg Facebookon, Twitteren, és sziasztok!